Igen, látjátok, ez van, hogyha nem, ha nem nyomom a shiftet a bal kliknél, akkor ugye így simán, simán mellé tudok lőni, vagy hát nem is kezd el lőni, hanem csak sétál. Egyelőre talán az a legjobb megoldás, hogyha így fölváltva spellezek. Na várjál, mert szintet léptem. Kirakhatunk egy torcsot, vagy az ice-nál kirakhatunk egy chillt. Rakjuk ki azt. Ja, hogy ez már level 6. Akkor undo, és a fire-nél rakjuk ki a torcsot. Equip skill. Hát továbbra sincs erre szükségem, viszont a W-nél lehet akkor már egy ilyen torcs. Na nézzük, az mit csinál. Hát ez egy jó nagy fos. Tehát egy tűz aurát raktam magamra, és a környékemen lévőket sebeztem, de egy nagyon minimális ideig. Hát ad? Hát, enélkül a skill nélkül fogjuk tudni élni. Garlic. Igen, valami olyasmi. Na, megint volt, ami átment rajta. Hogy ezeket a cuccokat miért nem veszi föl magától, ez a fazi idegesítő. XP Shrine. Na, az jó, hogy miután mindenkit megöltem, azután szedtem föl. Hát ez egy jó nagy fos skill egyébként, igen. Jó, hát legfeljebb akkor elnyomom ilyen pánik gombnak, amikor sokan körülvesznek. Az mondjuk nem jött rosszul, ahogy rámíliztem egyet a földre. Nem láttam autólútot a beállításoknál sajnos, de az elején rögtön direkt bele, ott már van valami sárga. Rögtön belenéztünk. Egyébként az a cucc. Most ráadásul még sérülök itt. Ja, várjál már. Ha most beszúrtam egy szurit, és az a föltöltődik a HP-m. Igen, benne álltam egy kicsit a méregbe. Szerintem az nem tett annyira jót nekem. This looks promising. Na, és most miket lootoltam? Úristen, na várjál. Van egy ilyen Bandit Power Glove-om. Portál scrollból van 5, úgyhogy akkor menjünk inkább haza és adjunk el. Na. Azt mondja, hogy ez crush, azt megtartjuk. Tiny armor booster, nem kell. Ezeket mind megtartjuk. Kesztyű nem kell, azt még identifyolni is kellene. Cipő. Nem ad semmivel se többet. És amúgy health stress consume to add the charge to an equipped health booster. Jó, mindegy, ebből elég sok van, úgyhogy ezt hagyjuk. 0,74 attack per second. Hát ez lassú. Oké, okay, identifyolós scrollom az van. Max energy és sight range. Akkor ezt viszont vegyük föl. És ezt adom el.
Az nem Mili. Figyelj, igazából jelenleg én azt látom, hogy Light Barrier. Nem nagyon mutatja azt, hogy mondjuk melyik karakterre való. Mindegy, gyere, majd rájövünk. Mert viszont ezeknél... Impeccable. Jó, ezeket tudtam unlockolni, úgyhogy ezeket ki se kell rakni. Nem mutatja azt, hogy kinél kell questet leadni messziről. Tehát ha már közelébe érek, akkor oké, okay, de addig nem. Milko, nem tudom. Revard. Will I choose? Reduce the energy cost of your skill. Split amount skill. Én ezt választom. Claim reward. Go blaze a path. Go blaze a path of Ketu. És most kíváncsi vagyok arra, hogyha az S-sel, na ezt hagyjuk, ez nem is kell az a skill. Ha az S-sel erre rámegyek, van ilyen, hogy split. És akkor azzal szétvágom, és mi van, hogyha még ezt is rárakom? Not enough fuse capacity. Jó, várjál, azt hol látom? Ott fönt. 30/30. De várjál, miért? Ha ezt kirak... Ó! Ajaj! Mert ezen már van fuse. Aha! Tehát összeadja a dolgokat. Tehát összesen 30 a fuse capacity. Ha most például az Ice Shardra rárakom mindkettőt, mert erre kíváncsi vagyok, hogy split és stun, akkor azzal 30 lesz. Azt mondja, level up requires karakter level 9. Aha, tehát ezt már teljesen betöltötte. Ja, és lehet rotételni. Ja, hogy ezt lehet rotételni. Oké, na mindegy, most azon a skillen van. Aha, nézzétek. Ez azért nagyon jó, mert ezen még inkább nem lehet akkor célozni a split miatt. Tehát ez hülyeség. Mert ketté válik, és akkor nem egyenesen lövök. Úgyhogy ez semmi esetre se rakjuk bele. Én a stunt is kiszedem most, nem kell nekünk egyelőre. Ja, nem a level, na mindegy. Oké, ha visszajövök ide... Aha, nézzétek csak, tehát nem respawnoltak a mobok. A hazameneteltől és azzal, hogy visszajöttem. Ezeket a amúgy... Én azon gondolkodom, srácok, hogy ezeket a borzalmasan rossz szóvicceket, ezeket ki fogjátok nőni valamikor? Mert Vatta is egyébként egy ilyen kis fiatal suhanc, tehát lehet, hogy még kinövi. De hogy ezek jók? Na hát ide nagyon megérte bejönni. Mert Dante-nál már megszoktam, az a csávó az menthetetlen, tehát hogy az hagyjuk. Jó, tehát akkor a level 2-nél vagyunk továbbra is. Hát egyelőre ez a mage-es dolog, ez... egyelőre sok minden csak nem jó. De remélhetőleg majd faszább skilleket kapunk. Most leszettem a stunt.
Let's see. Hát ez a... nem... Ha egy negatívumot lehet már mondani, akkor nekem a lootolás az nem tetszik. Idegesítő ez a kattingass a dolgokra, és akkor kinyílnak, aztán utána még kattintsál rá is, hogy fölvedd. Ugyanúgy kellene csinálni szerintem az összes lootnál, mint a pénznél, hogy ha van helyed, akkor mondjuk automatikusan fölveszi. Jó, mondjuk az lehet, hogy egy idő után meg font idegesítene. Megszoktam volna? Igen? Lehet. Oké, találtunk egy waypointot. Hoppá! Nézzétek csak! Találtam egy lila kezest. Meg egy lila fejest. Added Armor, Max Energy és Evasion. Jó. Ezt majd eladjuk 107-ért. És nadrágba, mondjuk nadrágban lila van rajtam, úgyhogy a kékkel nem kéne foglalkozni. Na jó, ez strength-et ad, ez csak berserkernek jó. Ott pedig lehet majd még lejjebb menni, csak előtte akkor bejárjuk ezt a részt is. Hát szerintem most már akkor például a kék lootokat nem is kell nézni, csak a lilát. Amúgy hamar eljutottunk, így netto 10-15 perc játék után már lilákat lootolsz. Szia, feltette. Jó, az item, konkrétan azt látom, hogy az item scanner az, aminek a legjobban örülök, hogyha droppol. Állj már meg. This looks promising. Hú, ez a játék szerintem cucunak tetszeni fog. Nekem is ő ajánlotta, tehát hogy én nem is figyeltem ezt a játékot előtte. Portál Beacon, akkor esetleg tudunk hazamenni majd eladni. Na vajon mikor lesz meg az első legendary lootunk? Amúgy arra kíváncsi lennék, hogy ez milyen kóba. Gondolom akkor skálázódik a játék, tehát hogy akkor nehezebb, meg többen nem jön. Max 20 perc múlva már legendarink lesz? Na kíváncsi vagyok. Mi volt ez a demit? Mennyi pénzem van amúgy? Várjál, hol írja? Itt van. 8000 pénzem van. És ilyen 400-akba kerül venni valamit. Erre azt mutatja, hogy kattinthatok, de mégse.
bad enough out here, but we've got smugglers too. Nem is mutatta, hogy van nála quest. Most honnan kéne, azt honnan kellett volna tudnom, hogy annál van quest? Most olyannyira, hogy például... Aha. De például ez mi? Ez egy simple ward. Emellé mondjuk, hogyha van egy egykezes fegyver, akkor fel lehet venni egy ilyen wardot is. Ez egy wrench, crude axe, hammer, wrench of sight, attack speed, reflexes, minus fire damage. Mondjuk izét azért nem akarok fölvenni ilyen negatív statot. Az oké, hogy offhand, csak nem tudom, hogy mi az, ami érdemes nekem mondjuk main handbe venni, de majd mindjárt megnézzük. Ezek a boosterek, itt például 1800-ba kerül egy ilyen 20-as felfedezős díj. Most még ilyenekre nem kell költeni. Tudod, hogy mi az, amit viszont lehet csinálni? Eladni. Eladni egy-egy stack ilyet. Azt mondja, a Corrupted Organ, az viszont sell value, de az valami quest item nekem, úgyhogy azt még egyelőre nem adom el. Viszont most már lehet respec. Respec for nulla? Yes. Igen. Most visszakaptam a 6 pontomat. És akkor így most nincs kirakva az Ice-on ez az első sem. Hát figyelj, az Ice Shard az egy jó cucc volt. A chill irányába el tudunk menni? El. Jó, na figyeljétek, most akkor respecceltem magamat így. A bal klikk az maradhat a Frost Blade, a jobb klikk az a Shard, és akkor a Q-val, azzal pedig, legyen a W, azzal pedig így stompolok. Ó, na az mondjuk nice. Looks like there's a few problems here. Gamblingezzünk. It's your cash, your gamble. Your cash, your gamble. Ez mit csinál? Hát gamblezni nem fogok szürke itemre. Ez hagyjál békén. Az előbb, mint hogyha jobbak lettek volna nála. És akkor itt ennyi? Ennyinek tűnik, igen. Igen, fullos Diablo feeling a Borderlands-es grafikával megáldva. Most egy kicsit más lesz így a fight. Kicsit mélizgetek is. Hát, ha most már meg tudunk halni. Viszont az a spell az kurva jó. Ez tetszik. Nem tart túl sokáig viszont. Cserébe viszont a cooldown az nem is olyan nagy rajta. Hát sokkal jobb, mint a tűz, az biztos. A más build, tehát hogy mit tudom én, hogyha ilyen millizős buildet csinálsz, akkor arra mondjuk jó az a tüzes, mert akkor van egy aura körülötted, ami folyton sebzi őket. És amúgy ez sebezte is őket, vagy csak belassította? Csak belassítja. Cserébe viszont nagyon, nagyon kevés rajta a cooldown. Nem tudom egyébként, hogy az...
Vajon az megszabja szerintetek, hogy milyen sűrűn, vagy milyen gyorsan tudom a jobb klikket nyomkodni, hogy milyen fegyver van a kezemben? Tehát lehet, hogy a Maul miatt tudom ilyen lassan spamelni? Mondja, elképzelhetőnek tartom. Cucunak túl lassú lesz a gameplay. Szerintem ez csak az eleje ilyen. Meg most ne abból indulj ki, hogyha mondjuk Berserkert indít valaki, és beugrál Mealybe, és ott nyomkodja, akkor azért az szerintem más, mint ezzel itt távolról pötyögni. Viszont hova érdemes menni, mert ott... Szerintem ott mindent felfedeztem. Elona, köszönöm szépen neked is. Hát itt a depth level 2, akkor megyünk lejjebb. Jó, hát alig várom, hogy akkor találjunk valami olyan egykezes fegyvert, ami gyors. Jó, itt akkor másfelé nem is lehet menni. Titeket amúgy, ez amúgy az ilyen játékoknál nekem mindig egy érdekes kérdés. Titeket szokott az zavarni, hogyha megvan nyitva ez az átlátszó map? Ez ugye nyilván egy Diablónál, meg hasonló játékoknál nagyjából mindig mindenki megszokta ezeket hagyni, hogy nyitva legyen, nem? Titeket egyáltalán nem? Engem sokszor igen. Én azért szoktam kikapcsolni, mert engem egyébként engem zavar. Nyilván ameddig így ránézek, hogy lássam, hogy hol kell felfedezni, oké, de én kiszoktam kapcsolni. És ez egyébként egy nagy hátrány volt, mit tudom én, a Path of Exile-nál is, vagy a Diablónál is, hogy nem volt folyton nyitva. Van, amikor észre se veszem, de van, amikor meg annyira rááll az agyam, hogy zavar. I can't carry anything else. Az egy erős túlzás azért, barátom, csak rosszul helyezed el az itemeket. Na, az már egy elemental axe, nézzétek! Ezen például azt mondja, egyes attack speed van, viszont az nem mínusz, hanem az én fegyveremhez képest. Figyelj, ezen viszont durvább az attack speed. Nincs különbség. Tehát a spelleknél nincs különbség, legalábbis ahogy nekem van equippelve, hogy milyen fegyver van a kezembe. Ez valószínűleg igen, ilyen inkább a cast speed lesz, bár hozzáteszem, ha találok majd lila egy meg két, tehát hogy egykezest meg offhandet, akkor az valószínűleg azért jobb lesz. Na, ezen viszont van movement speed. Mondjuk eléggé luxi egy lila fegyvert lecserélni, vagy lila nadrágot lecserélni, de a movement speed az fontosabb. Nem kell plusz armor, ha nem találnak el. Vagy nem érnek utol. Jó, ott egy ajtó van.
ez már lila volt, és nem dobott semmit. This looks promising. Most már egy picit zavaró a zene. Nem igazán változik. Oké, ennyi. Akkor mehetnünk kell át az ajtón. Nem sokára szintet lépünk. Lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy most egy ágra megyünk rá, tehát most csak a frostos ágat húzom. Ez jól néz ki, csak szart se ér. Ez viszont upgrade. Requirements not met, level 11. Hát ott még nagyon nem tartunk. Viszont ezt átnéztük, tehát innen ki kell mennem. Nektek így első blikre hogy tetszik a game? Igen, bemondta, hogy mixed depths. Na jó, de várjál, és akkor most a missionöknél hogy vagyunk? Aktív mission nincs. Még egy ilyen corrupted cucc kell. Még kell egy corrupted cucc, de nincs a benemi. Évjáték a gyanús. Na jó, de hova menjek? Tehát, hogy itt már nincsen tovább meneteli lehetőségem. Ott van lenne egy ajtó. De oda nem tudtam lemenni. Negatívum, hogy sétálj vissza az egész barlangon. Ja. Tehát az, hogy... Mondjuk azt csinálhatná az ember, hogy hazaportálozik, és akkor egy V-pontot használ, és elmegy máshova. Nem, az furcsa, hogy nincsen dash sem. Az határozottan fura. Mert arrafele még volt felfedezetlen terület. A movement az lassú. Olyan corrupted genyót kéne, hogy dobjanak. Vajon hogy reszetelek területet? Tehát, hogy visszajöjjenek a mobok. Na, hetes szint. Portál beaconnel. Aki diablózott, az nem panaszkodik, ha vissza kell sétálni? Mondjuk jó. Jó, akkor menjünk ott arrafele, fölfele lehetett menni szerintem. Meg megnézzük a C-vel, hogy akkor egy ponton van. És akkor nézzétek, tehát lehet tovább menni ugye a skillekre, de az majd ilyen 10-es szint kell. Viszont lehet itt fölfele menni, hogy plusz armor, vagy ice spell damage. Aha. Ice penetration. Jó. Kilép, belép, reszeteli a mobokat, de nem, mármint, hogy hazamenni, hazamentem. Már is vissza is jöttem, és nem jöttek vissza a mobok. Na, itt már más enemy jött.
Szerintem konkrétan cooldownra tudom lassítani az enemiket, mert ahogy láttam, pont ahogy eltűnt, úgy vissza is jött a skillnek a cooldownja. Hát egyelőre elég lassan tudok öldökölni ezzel a Only Your Click-kel. De nem érnek el. Jó, egy kicsit többen is jöhettek. Mondjuk a Frostosnak viszont nincsen AOE-ja. Csak a Penetration van rajta. Kelleni fog majd egy AOE spell, amivel akkor tudok olyat csinálni, hogy összehúzom őket, belassítom, és akkor utána beugrok, vagy valami ilyesmi. I'm carrying too much. No, I'm carrying too much. Na, hazajövünk, és akkor megnézzük, hogy az item scanner oda, mert az egy öv. Max energy és 2% energy, oké. Okay. A fejesem, armor accuracy, ad evasion-t, úgyhogy az végül is jobb. Max health, elemental resistance health. Hát akkor ez egy, mert az összes. I'm not ready for that yet. Túl sokat keringek? Lehet. Na, én eladom ezt is, ez is 400-ba kerül. Ez valami resistance booster, hogy ezt be lehetne rakni ide, és akkor azt tölti föl. Ha. Jó, jelente meg valami nála, ami érdekes lehet. Ez weapon damage, added weapon damage, az nem. Igazából nekem valami caster cucc kellene, de olyat nem látok egyiknél se, hogy árulna. Na most itt melyik az eladós? Itt van az egyik jelölés, de az nem is ad el semmit. Nézzek, ennél meg itt van valami mission, amit nem is mutat. Nem, mert nálad csak ez van. De most akkor srácok, nincsen senki, akinél lehet venni ilyen magikes dolgokat. Póker, és akkor lesz caster cucc? Megnézhetjük azt is, de mondom, ezzel nem tudok interaktolni, pedig szerintem az lesz ott az egyik vendor. Akkor nézzük meg a pókert. Póker, de látjátok, itt meg ilyen szürke dolgok vannak. Mondjuk izét vehetünk, ez Waste Guard, Heavy Belt, Mystic Band. Na mondjuk ilyet vehetünk. Purchase. Na tessék. Max all spell damage. Hello. Ez öv. Ez fegyver, kesztyű, fejes. Mim nincs. Ilyen lábpáncélom nincs. Vagy ez micsoda? Knee pad. Ez technomanceres. Nincs is nála knee pad. Minden egyes kibelépésnél más a felhozatal. Az mi? Az berserkerkez. Na várjál már. Hát így akkor lehet nézegetni. Na ez még egy gyűrű. Vegyünk még egy gyűrűt.
kék gyűrűl. Ja! Oh, oké, az rarity is. Max energy meg max spell damage jöhet. Na adjál egy nípadot, haver. Azt mondja, ennek ott van végre mögötte, hogy elementalistos. Requirement not match. Nagyon jó. Aha, az technomancer. Ez shoulder pad. Na hát így akkor lehet gambolozni, várjál. Knee pad. Na, ez teljesen mindegy, hogy micsoda ez. Movement speed. Oké, kösz. Technomancer. Google's Mystic Adrenaline Band. Igazából valami fegyvernek örülnék. Na az mi? Egy egykezes Winged Axe. Elgambolozom az összes pénzemet. Na az mi? Light Barrier, ez egy shield. Block Chance. De ahhoz kellene egy másik fegyver. Jó, mindegy, vegyünk egyet. Ez kék lett ráadásul. Jó, akkor kell egy egykezes fegyver. Hát ez egy wrench. Nem tudom, hogy az én fegyverem az amúgy kétkezes volt. Weapon az nincs nála, de van. Shoddy Hammer most például. Tehát ad ilyen Simple Wardot, Light Barrier, mindegyik most egy ilyen Light Barrierem van, az oké. Okay. Combat Vest. Az mi? Az Berze. Na ez? Na ez elementalistos. Egykezes. Ezt megvesszük. Kék lett. Ice Resistance és Energy Restore on Kill. Na, ilyet tudunk csinálni. Ezt majd eladom. Jó, figyelj, most van mindenem, ez nekem így jó. Azt mondjuk, hogy a shieldet hogy használom, azt nem tudom. Ez mitől lett ilyen gyors? Az azért elég menő lett így viszont. Mert 1,1 attack speed per second. Na, hol van? I think the gods every day. Smacking stuff or shooting stuff. You got a preference? I'll have something to match. Jó, visszajöttünk a tunnelbe. Látjátok, tehát, hogy itt nem élettek újra az enemik. De nem is baj. Ha, így azért így sérülök. Ja, akkor mi a pöcsnek van rajtam shield? Na, most már elkezdték azért tépkedni a HP-mat. Na végre kell kájtolgatni is. A smuggler camp. No problem. Nem tudom, hogy a shieldnek egyébként most így feltétlen mi haszna van rajtam. This looks promising. Egy kezessel ilyen? Lehet. Lehet.
Aha, és akkor így a háttérbe is ütögetek azzal. De az végül is lehet millizgetni is ezzel így. Érdekes, ez így most annyira mondjuk nem tetszik, de majd remélhetőleg jobb lesz, hogyha van több spellem. És mint hogyha még lassabb lenne az izé skillem, a jobb klikkezés. Hogy mikor használom a pajzsot? Vagy az csak vizuálisan rajta van a hátamon, az cső? A shield akkor van csak, amikor a kézben van például jobb egérgomb. Gondolod azt, hogy... Nem, nincs. Mert nézd meg, most ezzel a fegyverrel például ez lett a jobb klikkem. Amúgy ez elég baszónak tűnik. Tehát, hogyha mondjuk ezt lecserélem erre, ezzel jobb klikkezek, és akkor így bal klikkezek. Nincs külön gomba védekezésre szerintem, én azt nem láttam, de várjátok, mert itt volt egy másik rész, amit nem néztem meg. Mert nyilván ugye nem jó, vagy hát lehet mindegyik gombra tenni valami skillt, de úgy, hogyha például a fegyverrel most ezzel a jobb klikkel akarok lövöldözni. Rossznak egyáltalán nem mondanám. Hát nem egy powerhouse, az biztos. De így lehet vele darálni. Behúzni nem lehet a pajzsot a jobb gombra. Hát nem, várjál, ezzel eldobom. Hát figyelj, megnézhetjük egyébként azt, hogy settings, gameplay. Force attack, force move, call portál. Favorite interact, compare. Confirm, open inventory, talents. Refresh. Nyomom az R betűt, de az R betű az egy skill. Kettő, három, négy, öt, hat. Ez oké, ez tiszta sor. Booster. Nem. Tehát, hogy nincsen védekezés. Lehet, hogy a shield, az csak ami rajtad van, az ilyen vizuál effektnek van ott. Oké, okay, a fegyveremnek egyébként a jobb klikje az... Ez így nem rossz? Ezt nem tudom, hogy ezt érdemes-e használni. Mert így lepüttyögöm őket gyorsan, pláne hogyha be vannak lassítva. Technomanceres fejest találtam, meg egy berserkeres skillt. Nem tudom egyszerre használni, tehát hogyha a jobb klikket megnyomom, akkor nem engedi használni a bal klikket.
ha arra gondoltál, hogy mondjuk egyszerre nyomni jobb bal klikket. HP? Mit csináljak a HP-val? Ha viszont ez így nem jó, hogy... Próbáltam azt, hogy rákattintani a karakterekre, de marad az, hogy a shiftet nyomba tartom, amikor így akarok támadni. Hát az AOE képesség hiányzik. Azért szerintem egy mágusnak, hogyha arra megy rá, hogy így kájtolgat, meg összehúz, akkor azért az lenne a minimum, hogy legyen valami AOA képességem, ami most jelenlegi felosztásban ugye még nincsen. Az viszont jól néz ki az a fegyver, az nem tudom, hogy micsoda. 90, 115, 139, 100, van egy kék kesztyű. Ice Resistance, Poison Resistance és Strength-et ad. Hát mondjuk a Strength-tel így kitörölhetem a seggemet, de... Ezt nem tudom felvenni. I'm carrying too much. Rough mo... I'm carrying my limit. Aha, az is túl sok. Akkor hazamegyünk eladni. Lehetne máshogy elosztani, hogy több spellem legyen, csak ugye mi most ezt választottuk. De újra lehetne osztani a dolgokat. Hát megcsináljuk, figyeljetek, a következő visszamenetelnél megnézzük azt, hogy mi történik akkor, hogyha átállunk teljesen a Fire-re. Hogy ott milyen képességek unlockolódtak. Viszont ez a tunnel nekem nem jó ahhoz, hogy a questemet csináljam, mert valami corrupted cuccot kellene találnom, amit ugye nem ezek a mobok dobnak. De most itt kint lehet, hogy lesznek olyanok. Na, találtunk egy waypointot. Most ez mekkorát menne, hogyha lenne AOE képességem? Lassítás, kájtolás, és közben oda püttyögnék valami AOE-t, és ebbe szépen elhal mindegyik. Jó, hát egy mage az mindig így indul. Aztán utána nagyon basszó lesz. Vagy az is sebezhetné őket, igen. Amúgy... nem tudom, például, hogyha modolnám azt a fegyvert, vagy azt a spellt, lehetne mondjuk damage-et adni neki. Critical hit chance-t kaptam. Ez mit ad? Speed booster. Most van rajtam speed booster, gyorsabb lettem?
Nem. Ezt az ice-t el kell felejteni, mert ez így nagyon rossz, hogy nincs AOE-m. Hú, ez meg egyre több mobot húzok be. Lehet, hogy meg lesz az első halál. Várj, valami híleli őket. Ó, bazd meg, az a nagy. Ez így viszonylag szar. Jó, azért le tudom csipkedni. Még ha távolabb húzom őket a izétől, akkor olyan, mintha jó lenne. Hű, ez így borzalmasan rossz, bazd meg ezzel a single spell-lel. Az meg esküszöm, inkább izével lövök. Melyik a healer, bazd meg? Azt halljon már meg. Hú, van meg. Ebben jó beleszaladtam most. Szerintem az a healer. Na, most már... Nem. Még mindig healelődnek, bazd meg. Na, nincs is több HP. Hát az a shield az nem segít abban, hogy meghalljanak. Na jó, ezeket így hagyjuk. Szerintem egy HP-n portoltam el. Jó, ez nem jó. Tehát most akkor áttálenteljük magunkat, jó? Tehát ez a frostos, ez így nem jó. Legalábbis nem arra, amire nekem kéne jelenleg. Want to reallocate skill points without troubling enforcer command? I can reset them for you. Ő, az első még ingyenes volt. Jó, hát van pénz lóvéra. Experience on kill, movement speed. Aha, az jó. I earned this. Ice shardra tudok tenni critical hit chance passzívot. Pont jó, most akarom azt lecserélni. Ja, van 10k, úgyhogy... Have fun trying a new setup. Igen, úgy tűnik, mintha visszaadtad volna. Meg kellett volna ezt várni. Jó, 10 000 ér. Mennyi a kövi?
Már 11 ezer. Hamar szintet léptünk. Na, szóval az ice-osat azt azért kellene hagyni, mert szerintem valahol itt lesz majd a glaciár, ahol már lehet AOE-zni. Úgyhogy menjünk át a Fire-re. Egyszer Fireball, még pont az a torcs, az bazira nem volt jó. De utána meg itt van egy ilyen combust. Azt mondja, combust the air around you, damaging anyone in the area. Encase yourself in fire, dealing fire to surrounding enemies and quickly regenerating energy. Aha, tehát idáig el tudok jönni. De a blaze-ig már nem. És maradt egy pontom, ami fire spell damage, max energy. Ez meg passzív in development. Az jó. Hát akkor figyeljetek, megyünk így. Jó? Na, először is azt viszont, hogy melyik skill mi legyen. Hát igazából a fire-rel mehetünk így, hogy a jobb klikkel fire damage-elek, tehát a fireball. A bal klikk, azt leszarom, az mindegy. Viszont torch és hát ezt igazából így együtt kell elnyomni. 5 energy, meg 20 energy, és attack per second. Hát legyen akkor Q és V. Jó, viszont most például nincsen HP-m. Azt így sehogy sem tudom föltölteni? De ez a misszionárius, ez nem akar tölteni rajtam. Hogyan tudom fölhílelni magamat? Csak HP potival? Itt a Kokónál az első ingyen. Kaptunk egy kóstolót. Ugye így egy 20-ast be tudok hozni, és akkor az elkezd föltöltődni. Jó, majd veszek még egy 20-ast abból. Jó, de ettől függetlenül, tehát hogy azt a HP-t mondjuk legalább itt fölhílelődhetnék bent, de mindegy. Én is biztos vagyok benne, Imhotep, hogy későbbiek során tuti, hogy lehet belőle durvát csinálni, ha csak azt a részét nézem, hogy mondjuk a Fireball-ra már tudok tenni passzívot. Skill power, physical spell damage, physical damage, vagy skill power, critical hit chance, de több az energy kosztja. Ugye itt van a stun, meg a split. Ja, és ott van, hogy mi mennyibe kerül, ez 15-be, tehát hogy passzívba például rá tudok tenni skill power, de azt mondjuk nem erre tennék, hanem a torch-ra. Vagy nem is, a combust-ra. Hoppá. Tehát, hogyha a combust-ot nézem, és mondjuk arra rakok egy olyat, hogy még ráadásul fizikált is sebezzen. És kritikát megrakjunk a jobb klikre, erre. Nem mehet úgy is. És akkor skill level up. Ott van, hogy mennyi a damage-e. A critical hit chance az 7. És maradt 15 pontom. Tehát például a stunt is rá tudom tenni, csak az minusz 20% all damage. Hát az hülye vagy? Az nagyon sok.